Ha katonák emlékeznek a harcra, annak mindig különös a légköre. Ha katonák reménytelen harcra emlékeznek, amelyben a halál mellé csak dicsőség jutott, annak nem egyszerűen különös, de egyszer s mint felemelő is a hangulata. Ha katonák egy barikádon harcolnak a szabadságharcát megvívó néppel, az mindig történelmet ír. Ez történt 1956-ban. A forradalmárok és az őket segítő harcosok örök szövetsége köttetett meg a magyar történelemben. Határtábornok úr, Visi Tibor ezredes parancsnoki vezető jelentem. Október 23-a nemzeti ünnepünk alkalmából rendezett állománygyűlésünkön az Összhadeneműi Parancsnokság állománya együtt áll. Jó napot, hölgyeim és uraim! Erő! Egészsége! Ebben a szellemben ünnepelte a nemzet 20. századi forradalmát és szabadságharcát az ÖHP állománygyűlése Huszár János dandártábornok vezetésével. Az átnyújtott kitüntetések az összekovácsolt katonai élet egy-egy kiemelkedő fejezetének elismerései. Hazámat szolgálom! Hazámat szolgálom! Gubcsi Lajos az általa alapított Ex Libris díjjal köszönte meg az alapító okirat szerint azok áldozatkészségét, akik a tudás, a tanítás, a kultúra, a közélet kiválóságai mellett a harc, a küzdelem, a hőstett és a történelmi múlt hagyományainak első számú őrzői, a katonáknak. Nagyon szépen köszönjük a nagyszerű ajándékot a parancsokhelyi és parancsokhelyettes társaimnak, a parancsokság szerint állomány nevében is. További sikeres és aktív és nagyon eredményes éveket kívánok. Köszönjük szépen! A dandártábornok különösen meleg hangon szólt arról az érzésről, amely elfogja a katonaembert, ha az ő soraikon kívül is látják az országban, a hazámat szolgálom. Minden másodpercben igaz, és a lelki ismeretben van felvésve az eskü pillanatától.